Kitart a kánikula, a nagy melegnek azonban nem csak előnye, sok veszélye is van. A fehérváriak például klíma segítségével és sok folyadékkal vészelik át a hőséget. Egész nap megy, hisz én például tetőtérben lakom, és állandóan kapja a napot, ezért hát jó nagy hőt, meleget tud csinálni a lakásban, ezért hát egész nap kell, hogy menjen, hogy viselhető legyen otthon a helyzet. Nagyon sok praktika erre nincsen, nyilvánvaló ablaknyitás, de akkor is csak meleg jön be, tehát kevésbé. Vízzel esetleg, vagy jéghideg üdítő, vagy valami egyéb dolgokkal szoktam. Ugyanakkor ebben az időszakban sokszor kivitelezhetetlen a védelem, érdemes tisztában lenni a gyakran előforduló napszúrás tüneteivel. Konkrétan nap éri a feje, tarkót, akkor az agyban megemelkedik a nyomás a koponyán belül, és ez a tipikus napszúrásos tünetek kialakulnak, ami nagyon kellemetlen, de ártalmatlan dolog. 24-48 órán belül megnyugszik, megszűnnek a panaszok, őrült nagy fejfájás kipirosodással jár. Ez azonban kevésbé problémás állapot, a hőguta sokkal inkább veszélyes lehet. Azaz a hőség következtében a szervezet kompenzál, méghozzá izzadással, párolgással, az erek megtágulásával, de ha már nagyobb fokú a test hőtermelése, akkor a szervezet már nem képes kompenzálni sem. A sejtműködés felborul, ájulás, elgyengülés, hányinger is bekövetkezhet. A nagy hőterhelés tekintetében azonban a hő sokkal legveszélyesebb. Nem csak, hogy nem tudja már kompenzálni a szervezet a hőterhelést, hanem, hogy a visszapótlás nem működik. Ha ionokat nem pótolunk, csak vizet, nagy melegben kint végzett munkaerőknél, dolgozóknál, embereknél, vagy a sportoló iont nem pótol vissza, akkor izomgörcsök jelentkeznek, hasi görcs és ájulás, és akár egy sokszerű állapot. Ez nem a hétköznapi értelemben vett sok, hanem orvos értelemben sok, ami az eszmélet elvesztésével is járhat. Ilyenkor gyorsan föl kell emelni a lábat, és mindenáron hűteni kell, fizikailag kell hűteni a testet, és pótolni lassan kortyokban a folyadékot. A folyadékpótlás tehát elengedhetetlen, most különösen fontos figyelni a bevitt mennyiségre. Igyekszünk hűsíteni magunkat, sokat inni, és légkondicionált helyiségekbe tartózkodni, hogyha van rá lehetőségünk. Sok folyadékot próbálunk inni. Sapka most az elmaradt, mert korán jöttünk, mert nem gondoltuk, hogy ilyen sokáig leszünk a városba. Úgyhogy ennyi. Tehát tulajdonképpen megpróbálunk is alá vonulni állandóan, amikor van rá lehetőségünk. Otthon reggelente szellőztetek, napközben redőnyt húzok, így tudom szabályozni a hőmérsékletet. Itt a városban nem tudok semmit, csak legfeljebb, hogy hányba mennek. Mondjuk vannak ilyen esőkapuk, azt láttam, de én nem használom őket. Péntekre 32 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála, azonban később erős széllel, zivatarral is számolhatunk. A hétvégén azonban igazi kiránduló időre számíthatunk az előrejelzések szerint.